nagy szeretettel köszöntök mindenkit kis családom körében, kis kápolnánkban. Úgyhogy ezt együtt kollektív erővel építettük. Nagyon sok kedves barátom dolgozott itt. Lányok is segítettek, néha háromszor kellett ezért megcsinálni. Komolyan, nem hülyeskedek. De azért hagytam őket, mert hagyjék ki a vágyaikat, úgyhogy kijöttek. De azért tényleg nagyon sokat segítettek, aranyosak voltak. Volt, aki nem, tehát nem a lányokra általában vonatkozik, de azért volt, aki meglehetősen. Volt, amit meghagytam, amit csinált, hogy később az orra le sem dörgölni, hogy ilyen ferdén rakta fel a hamberját, vagy mit tudom én. Tehát, hogy nézd meg. Tehát itt arról szól a történet, hogy segítő szindróma is van a világon. Úgyhogy ezt minden ilyen segítséggel foglalkozó társulat tudja, hogy néha segítő szindrómásokkal komoly bajok vannak. Mert ott hagyják a kellős közepén a dolgoknak, elegút lesz belőle, azt ott hagyják. Na, tehát voltak érdekes kérdések, kaptam érdekes kérdéseket, és mondjuk, hogyha valamilyen érdekes kérdést bedobnál, akkor az jó lenne, vagy gyártod őket? Igen, de van kész. Csináltam. Na, nézzük. Na, olvasd fel addig, hogy ne menjen az időputyára. Jó. Hallgattam a Tündérek és mások című audio MP3-as előadást. A második részben volt az, hogy az ember is térenergiával működik, mivel az elfogyasztott ételből felszabaduló energia kevesebb, mint amit valójában felhasználunk. Szóba került a lassú égés. Én is ezt tanultam annó biológia órán, de sosem értettem ezt a lassú égés bolondériát. Mi az, hogy lassú égés? Lassan ég valami? De mi? Igen, hát ez egy érdekes kérdés, ez a biológiában tanult lassú égés. Hát ez persze egy elég nagy zöld dolog, mert nem ég ott semmi. Nem is oxidációról van szó főképpen, annak ellenére sem, hogy oxigént lélegzünk be és széndioxidot lélegzünk kifelé, legalábbis egy részét felhasználjuk az oxigénnek. A nitrogént nem nagyon, azért az is belekerül a vérünkbe, csak azt nem tudjuk még mire használjuk. Tudnélik, a szervezet azért meg van csinálva, ki van találva, és a vegyületeinkben igen sok a nitrogén. Úgyhogy a szervezet, hogy működik térenergiával, hát például, más nem mondjak, a DNS láncnak a cukorfoszfát vázaiban ilyen tetraéderes molekulák vannak, és ezek a tetraéderes molekulák, ezek méretre úgy vannak, hogy rezonanciában vannak a téridővel. Na most itt már a téridőnek nem ezt a koordinátarendszerszerű eléggé gyermetek elképzelését kell elgondolni, hanem egy hullámforrásból eredő hullámvilágot, ami maga a téridő. Ez egy roppant, magyarul nem elektromágneses hullám. Többször is felfedezték, úgy egyébként már tudományosan ez már százszor bizonyítva volt, újra lesöpörték az asztalról, meg újra. Például a csillagászati spektrométereknél felfedezték a gravitációs hullámokat, már egy 1912-ben, vagy mikor kiadott csillagászati könyvbe, ugyanaz az elektromágneses hullám volt lerajzolva, mint most a fizika könyve, ugyanolyan rosszul majdnem, mert most már még rosszabbul rajzolják le, mert most már nincs is fázis eltolás a mágneses és az elektromos tér között, most már egyszerre rezeg a kettő, tehát nem az van, hogy ellenütt ember ezek, hogy amikor nagy az elektromos tér, akkor kicsi a mágneses, és fordítva, hanem teljesen egyszerre rezeg vele, csak az egyik így van rajzolva, a másik úgy, de két színusz. Most ez nem igaz. Ez százszor nem igaz, már a rádióadás térben terjed. Tehát a térben nem terjednek ilyen színuszok, sehol, soha. Tehát a lezajlása lehet színuszos, de maga a terjedés az nem. És az a borzasztó érdekes, hogy a térbeli terjedést is így próbálják lerajzolgatni. És ez nem azt jelenti, hogy nincs vertikális polarizáció, meg horizontális polarizáció. Ilyenet én nem mondtam. Mert ilyenekkel, jön, de hát, nem mondom, de hát én azt nem is mondtam. A műholdaknál is, van a műhold sugárzásban is, amelyik horizontálisan adja az egyik adást, a másikat vertikálisan adja. A fényben is van ilyen polarizáció, hogy így rezeg benne a fény, vagy így rezeg benne. Igen. Csak nem úgy, ahogy lerajzolták. Tehát nem egy ilyen színusz vízszintesen megy, aztán így rezeg. Hát itt van a probléma, hiszen ahhoz a fénykvantum működését is kellene érteni. De a fénykvantum működéséről lila ködje nincs a tudománynak. Engem anyáznak, hülyéznek, mindent csinálnak. Mondom, nem hülyézni kéne már, hanem most már le kéne ülni egy kicsit gondolkodni. Kicsit.
tudnélik, mi a rossebbtől keletkeznek a hullámok? Állandóan beszélnek hullám, részecske. Jó. De honnan a fenéből ered az a hullám, amikor maga a hullámforrás nincs definiálva? Na, itt kezdődik a baj. Egy őrült nagy baj. Tessék ezen elgondolkodni. Hát nem elég az, hogy engem anyáz valaki, az kevés. De van, aki azt mondja, 5 percig nem bírom hallgatni. Hát mondom, ne is hallgass, te nézd a TV2-t. Meg a izét, a éjjel-nappal Budapestet, azt nézd. Hát neked való. Nem, más neked nem való. Ott-ottan mesztelenkednek, meg a següket mutogatják a lányok. Jó, nézd. Tehát, gyerekek, amikor a tudományos végzettséggel rendelkezők is csakanyáznak, az már végül. És most már kb. 50 éve csakanyáznak. Tehát valahogy 50 éve bedugult a tudomány, ötlettelenné vált, és egymást is lerángatják. Tehát ott van, ez olyan, mint amikor fölborul egy ilyen nagy gumicsónak, mint amivel menekülnek a menekülők most, egy ilyen nagy gumicsónak vagy kilukad, vagy fölborul, mert hisztizik ott valaki, azt fölborítja, vagy jön egy hullám és fölborítja, és azt hiszed, hogy te, mert te tudsz úszni, akkor majd megúszod. Hát nem, mert aki nem tud úszni, az mit fog csinálni? Na, mit gondolsz? Föl akar mászni a válladra, meg a fejed tetejére. Bizonyám? És úgy lenyom a víz alá, hogy aki tud úszni, az is mind megfullad. Érted? Simán tudna úszni, igen ám, csak rákapaszkodnak. Hárman, négyen, és úgy húzzák le a víz alá, mint a sic. Mert egyszerűen, nincs, gyerekek, látszik, hogy milyen aluliskolázott hülyékről van szó időnként. Szegény, szerencsétlen emberek, sajnálom őket. De hát van, ahol már rettentő és sok 30 éve háború van Afganisztánban. Már az oroszok kezdték annak idején, meg hát ugye még volt egyéb is. Na most, ezek már hogy jártak volna iskolába? Csak az élet fenntartásával, hogy harcol meg marad. De az már nem ijed meg egy lövéstől. Az már abban volt gyerek. Hogy ott állandóan lőttek, tehát az nem rémül meg egy lövöldözést. Itt mindenki beszalad a mama szoknyája alá egy pillanat alatt. Az meg nem rémül meg. Tehát ki fog győzni, az a kérdésem. Tehát az a nagy harci helyzet, hogy azt mondtam, hogy iskolázatlan, de hát nem is járatott nagyon iskolába, de mondjuk azért annyi esze lehetne, hogy egy pille palasz kuszik a víztetején. Le akarom nyomni, belemegyek a tengerben, megfogok egy szutyok pillepalackot, nem fogok megfulladni. Komolyan mondom. Hideg lesz a víz, az megint egy nagy baj, de nem fog megfulladni. Hát októberben voltunk Larnakában, a Cipruson. Már 3 évvel, vagy 4 évvel ezelőtt. 25 éves házasság évfordulónk, már 4 évvel ezelőtt volt. Nyertem 2 repülőjegyet oda-vissza, szóval nem én fizettem, a szállodát én fizettem, az is olcsó. Itt, ami 170 eurót fizettünk, mert az nem volt egy a neget földet rázó összeg. Na, az a lényeg, hogy nem visz magával egy szutyok pillepalackot. És nem köti rá a gyerekre egy spárgával. Nem igaz, hogy egy spárgát nem tud szerezni, mert az nem drága. Hogy ahogy eldobálják a csomagoló spárgákat, ott nem tud szerezni egy darab spárgát. Nem tudja 2 ilyen palackot rákötni a gyerek hóna alá, ha nincs pénze semmire, még akkor is rá tud ilyen eldobálni. Annyi eldobált ilyen szemét között, annyi ilyen palack van, rácsavarja rendesen a tetejét, hogy ne menjen bele a víz, aztán úszik a víz tetején a gyerek. Most ezért mit csinálnak? Hisztis, sírás, rinyálás, üzélme. De gyerekek, hát miért nem kötötte rá a gyerekre a rohadt pillepalackot? Érted, mi a baj? Mert hogy nincs pénzem erre, meg üzére, buszogumira, vagy mit, nincs pénzem. Hát egy eldobált pillepalaszkra csak van pénze. Tehát itt kezdődik az, hogyha valaki tanulatlan. Írástudatlan. A nagy része egyébként írástudatlan, hozzáteszem. Tehát a 30%-a körülbelül a bevándorlóknak írástudatlan. Teljesen. Nem úgy angolul nem beszél, írástudatlan. Azt tudja mondani, hogy Germany, 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 aztán eljutott Germanyba, és akkor kiderül, hogy itt hideg van. Itt esik az eső. Arról a téletben ez nem jó a wifi. Hát, megyek haza. Hát komolyan, nem viccelek. Hát ez a legnagyobb problémája agyilag. Úgyhogy onnan látszik, hogy ő neki mi a fontos. Ha fiatal, akkor a wifi véresen fontos, mert Facebookon él. Mert már nem él, csak nyomkorászik. Már nem él. Az utcán is, menet közben, és mindenhol, és megállás nélkül nyomkorászik. Na, mi a kérdés? Nem tudod elolvasni ezt? Nem, nem. Az oxigénszegény környezetben hogy lehetne égés, mint folyamat? A gyomorban savas, a kémhatás,
És ezt oxigén szegény, vagyis itt se lehet égés. Igen, ja, visszatérve erre az éges dologra, tehát azok a vegyület átalakulások, amelyekből a hőenergiát nyerjük, azok nem feltétlenül égés jellegűek, nem oxidáció. Van benne oxidációs folyamat is, de nem, tehát nem ég bennünk valami kis zsebkazán, amitől meleget van. Felmelegsünk. Na, nem, már melegek vagyunk, már később merem mondani. tehát amitől felmelegsünk, hanem attól, hogyha bármilyen hosszú láncú molekulát eltördelünk. Tehát emésztés közben is azt csináljuk, hogy eltördeljük kisebb molekulalánc darabokra. Az az egyik módszer. A másik az, hogy hát átalakítjuk másmilyen vegyületté. Akkor is nyerhetünk belőle energiát. Ettől föl is lehet melegedni, van, amelyik folyamattól még leülni is lehet. Tehát bizonyos folyamatok még hűteni is tudnak, de a nagy részük az hőtermelő, mert a nagyobb molekuláncú vegyületeket kisebbre alakítjuk át, rövidebbre. Tehát a hosszú molekulákat föltördeljük darabokra, és minden egyes föltörésnél hő szabadul fel. Hát igazából ugyanaz, mint a makasodásra bele tetszene gondolni, az atombomba makasodása, ugyanaz a folyamat zajlik le, csak nem valami nagy, őrült nagy detonáció környezetében, csak egy molekulát törsz ketté, akkor nem robban az nagyot, és nincs láncreakció szerencsénkre. Tehát ez az egésznek a lényege, és pontos az, hogy mennyi hőt termelünk. Tehát, hogy mennyi hőt termelünk. Sokkal több hőt termelünk, mint amit magyaráznak. Tehát igen sok hőenergiát nyerünk valahonnan, és arról nem nagyon beszélnek, rosszak a mérések. Tehát nem elég precízek a mérések azzal kapcsolatban, hogy mennyi hőenergiát termel egy ember, és ez a hőenergia termelés, ez sokféle módon történik, mert hogy másra is használunk még energiát, amiről még nem is tud a biológia sem, tehát azoknál, vagy a biokémia sem, azoknál az átalakulásoknál, amiről beszéltem, hogy térrezonanciában van a DNS, és ez tartja össze. De az is energiafogyasztás, hogy összetartja valamit. Volt olyan kérdés, hogy másik ilyen kérdés, hogy egyáltalán hogy képzelem én ezt el, meg hogy mik ezek a gravitációs hullámok. Ugye a gravitációs hullámok azok léthullámok, a létezés okán vannak. Azért, mert létezik egy fénykvantum, és körbe-körbe karikában másolódik benne azok a tűzelemek, azok a körbe rohangáló tahionok, amik az egész folyamatot fenntartják és működtetik, az egy időhurok. Ez az időhurok kijön a fizikában, csak mindig eldobják. Tessék utána nézni. Alaposabban, aki tér idővel foglalkoznak, az bizony ezt nagyon jól tudja. Aki nem foglalkozik vele, az nem feltétlenül tudja, de utána lehet ennek nézni. A téridő kutatók azok valóban kiszámolták, hogy kijön egy két megoldás van, például az atomokra is, hogy egy proton ekkora, meg végtelen. És akkor a végtelent addig trükközték matematikailag, még azt onnan valahogy ki tudták ebrudalni, mert végtelen nagy nem lehet egy atom. Na, hol kezdődik a probléma? Hogy a másik gyök is igaz. Tehát az a gyök is, hogy az atom végtelen nagy, az is igaz. Csak hát ezt nem gondolták alaposan végig, mert mitől van a gravitáció, mitől vannak ezek a kölcsönhatások, hogy mi tartja együtt az a kristályokat, meg minden, hogy működik. Beszéltünk már róla, hogy ilyen Lagrange-pontokat már régességen ismerik a csillagászokban, de egészen pontosan ugyanaz az alapelv igaz sokkal lejjebb az atomok világában is. Tehát azt, itt mindig csak ilyen ionos kötésről, meg kovalens, a kovalens kötés egyébként pont az, amiről beszélek, mert azt csak azt mondták, hogy összetartó, egy kohéziós erő, hát az túró, gyerekek, hát az azt jelenti, hogy összetartó erő. Jó kis idegen szó, mögé lehet bújni, aztán senki nem magyarázta meg, hogy mi arról sem az a kohéziós erő. Ugye, mi tartja együtt az anyagot? Összetartó erő. Jó, igen, na és az micsoda? Na azt már nem mondták meg. Tehát, hogy és milyen hullám? Tehát az anyag az hullám és részecske, de amikor hullám, akkor milyen hullám? Nem elektromágneses. Parancsol. Úgy tudom, hogy magának a Föld bolygónak is van egy ilyen árnyékföld része a nap túloldalán. Biztos, hogy van. Hogy van-e benne valami, azt talán olyan űrszondák, akik elhagyják a naprendszer síkját fölfele vagy lefelé,
és mögé tudnak nézni, hogy mi van azon a helyen. Azok tudnak esetleg egy valami finom porral beszórni, hogy megnézni, hogy ott történik. Biztos, valami, hogy van. Lehetne, hogy bolygókutatást végezni. Tudnik, a napban lévő a téridő forrása, a lokális téridő forrása napban van. A csillagban, benne, a belső közepében. Van egy darab fénykvantum, és ez az egy darab fénykvantum, az a téridő. Az a téridő forrása a naprendszernek. De minden bolygónak, holdnak is vannak alrendszerbeli ilyen forrásai. Ez a Gaia a Földnél. Vagy a Démusz, vagy Témusz a holdnál. Amit tudtunk, ismertük. Andan Témusz, Szóraka Témusz, tessék csak észrevenni, hogy megvannak még ezek a mondókáink, már kicsit, hogy mondjam, így kitekeredett, mert értelmét vesztette, mert ez ilyen sumil nyelven volt még, ami ugye elfelejtődött az évezredek alatt, aztán annyi. És elveszett a lényege. Még a gyerek mondókában megvan, az egy hold Isten idéző mondóka. Vagy a süsfelnap, fényes nap, kertekalak, aludai megfagyna, ezeknek is mindnek ilyen varázsló mondókák, amit a gyerekek is mondogattak. De működik, mi óvodában ezt énekeltük, és kisütött. És kisütött. Igen. De emlékszek. De most az a lényeg, jó, egy részét a hit mozgatja, de még az sem baj. Hát most, hogy mondjam, miért ne legyen már nekem hitem? Tehát rengeteg olyan dolog van, amire azt mondták, hogy tudománytalan, hülyeség, és még tudom én, nem érdemes a tipikus humán a telefonjával szaladt kifelé. Igen, ez egy tipikus humán dolog, mert nem tudja, hogy lehet lekapcsolni a telefont. Azért mondom, hogy tipikus humán. Tudik, nem tudja, hogy lehet teljesen lekapcsolni a telefont, hogy ne csörögjön. Azt nem tudja, mert akkor meg nem tudja visszakapcsolni, nem tudja a PIN kódot hozzá, na aztán akkor kész. Elfelejti, és akkor kész. Akkor eldobja a telefont inkább, mert szégyeli megkérdezni, hogy ő ilyet nem tud, ugye? Azt hiszed, nem? Ó. Tudod, volt ilyen nem egy, mit tudom, én találtam egy nagyon-nagyon jó kis órát a kuka tetejére kitéve. Nézem, na jó kis óra, hát fölviszem, jöttem hazafele, hát mondom, fölviszem, az legfeljebb én dobom a kukába. Na. Nézem, hát beletettem egy elemet, tök jó. Tudod, mi volt a baj? Hát ugye, még a boltba beletettek neki egy elemet, nem tudott benne elemet cserélni, mert nem tudta, hogy kell az se. És akkor kidobta. Mert nem megunja, hanem azért dobja ki, mert nem tudja, hogy kell egy órába elemet cserélni. Ezeket az órákat is. Egyszer használatos 500 forintos óra, ez is. Ezt úgy kaptam ilyen nyugdíjas bolondítón. Igen, mert elmentünk, hogy az unokáimnak hoztam, így adogattam nekik így ajándékba órákat, elmentünk ilyen nyugdíjas bolondító, nem vettünk semmit, tehát tudtam én összélámosságot, dehogy már nekem 500 ezer forintért legyenek egy ilyen takarót. Na nem, ilyen, nem ezt a takarót, csak egy ilyen valami takarót, és eladnak neked ilyen, vagy mondják, hogy 1500 fokon húzták át a gyapott szálakat az olvad féldrága kő, ben, és akkor áthúzták, és rárakodik, és ilyen piezó hatása lesz. Na tényleg, jaj de jó, 1500 fokon a gyapotot. Hát az nagyon jó lesz, igen. Tehát ilyen sületlen idióta, hülyes, és a nyugdíjasok szájtát hallgatják, és sem majd nem mondja, menjen már maga a francba ezzel a hülyeséggel. Nem egy előadótól hallottam, mert volt, hogy kétszer is elmentünk ilyenre, és akkor ugyanazt elmondta, az egy másik előadó. 1500 fokon gyapot? Jó ide érde. Gyere be, bújj be, bújjatok be! Na tehát... Annyi, hogy érdekes dolgok itt vannak előttünk, sorba, és hát ilyeneket elhisznek emberek, hogy 1500 fokon áthúznak egy gyapotot, és arra rárakodik a féldrága kő, és annak olyan piezó hatása lesz, ami őt meg fogja gyógyítani. Ezek ilyen, tudod mi ez tulajdonképpen? Van ilyen kínai tetőszigetelő, amit pont 1600 fokon, húznak, nem, az a nagyon érdekes, hogy onnan vette az ötletet, hogy az pont 1600 fokon húzzák azt a gyapot szigetet, vagy azt a kőgyapotot, ahol ilyen szálat csinálnak bőle, préssel, és akkor ilyen vékony, mint a fonal, olyan vékony szálakra húzzák, és akkor az jó hőszigetelő, és ráadásul nem is nagyon tűzveszélyes, ugye, mert hát a kő nem nagyon ég.
és akkor a tetőbe azt rakják hőszigetelőnek mindenhova, ilyen padlástérbeépítésnél, mit tudom, micsoda. És hát utána néztem az interneten, találtam is kínai gagyi fillérekért árulják ezt. Úgyhogy, és eladták, az öregeknek vartak ilyen vékony, ilyen tetőszigetelő, ilyen hőszigetelő vacakból, vartak egy ilyen steppelt, valami takarót, azt akkor 500 ezer forintért adták el neki, de ha most vesz kettőt, akkor már odaadjuk 250 ezerért, sőt, még engedményt is adunk belőle, meg kap hozzá egy lábast, meg ilyen hülyeségekkel bolondították a nyugdíjasokat, és volt, aki beugrott. Volt, aki beugrott, igen, mert fogalma nincs, hogy gyapotott 1500 fokat, érted, az már fehér izáson van, hát egy fehér izókő, olvat acélba behúzok egy ilyen gyapotot, tudod mit csinál? Puh, ennyi volt, lobban egyet és kész. Hát, ilyen maraságukat is esznek, tehát onnan lehet látni, hogy milyen mérhetetlenül le vannak hűítve a lakosság, hogy egyszerűen ilyeneket elhisz. Tehát ott kezdődik a baj. De ezek ilyen csalók, akik szélhámos, és nagyon jól élnek. Adnak neked egy krumpliámozót, ha veszel egy, mit tudom én, egy lábost 100 000-ért, érted? Na, de nem ér még ötöt se, de 100 000-ért eladja, és ez jó üzlet, parancsolj! Az oxidáció, az elméletileg, ha nem is a hőt termeli a szervezetben, de a sejtek öregedéséért felelős a sok túlzott oxigénbevitel. Tehát az oxigén hiányos állapot az, ami lassítja ezt az öregedési folyamatot. Hát, meghűíti. Mert az oxigén hiányos állapotban éppenséggel a gyerekek kicsit a mama méhébe tovább tartózkodnak, és már leválik a placenta. Nem olyan szintű, csak... Hát igen, tehát az oxigén hiányos állapot nem tesz jót, de amikor valaki teljesen oxigén légkörben, az se. Tehát az túloxidálja. Megvan, ki van ez találva, hogy a légkörnek, ennek a levegőnek az 1/5 oxigén, és a 4/5 meg nitrogén. Ez ki van találva. Ugyanis megcsinálták, az amerikaiak is kipróbálták, hogy ilyen oxigén légkört csináltak az Apollo 1-ben, mintha abba lett volna. És akkor csak oxigén, tiszta oxigén volt. Valaki kicsit még nagyobb nyomáson, nem is 1/5, nagyobb nyomáson oxigén légkör volt. Na most egy nagy probléma volt, ott valami kis zárlat, rosszul érintkező drót volt, amitől lángra kapott belül az egész, mert elkezdett sziklázni. Igen ám, csak ha oxigénben én fölizítok egy gombostűt, és teleteszek egy kéncsövet oxigénnel, beledobom ezt az izzó gombostűt, akkor óriási, mint a csillagszóró, úgy fog elégni a gombostű. Tehát ég az acél, mert ha oxigénbe beleteszem. Tehát ez nagyon veszélyes. Így néz ki az Apollo 1 a kísérlet végén, 3 űrhajósból ilyen izé lett, ilyen aktív szén. Ilyen, mert ráadásul úgy volt, hogy az ajtók kuposak voltak, és a belső nyomás benyomta az ajtót a keretbe. De olyan mérhetetlen nagy nyomás, nagyon nagy nyomás az, egy atmoszféra, az nagyon nagy nyomás. És tehát ilyen tonnás erővel benyomta. Hát azt nem lehetett kinyitni, mert tonnás erővel kellene kinyitni, mert amikor a hőtágulás miatt az benyomta, meg a füst kiterjedt, olyan erővel nyomta be az ajtót, hogy azt kinyitni nem lehetett kintről se. Tehát egyszerűen nem lehetett őket megmenteni, ott elégtek egy pillanat alatt az árműrajos, szénlégtek. Így. Tehát, hogy nagyon durva baleset volt. Igen, ez a jó ötletnek látszott, erre szoktam én azt mondani, ez jó ötletnek látszott, de azért nem volt ez túl jó ötlet. Aztán később változtattak rajta, még a Szajuz Apollo közös űrrepülés idején volt ez, akkor változtattak ezen az egészen, akkor kezdték ezeket a Hold rakétákat csinálni, éppen egy náci fasiszta csinálta, ugye, a Werner von Braun, aki a London bombázó V1, V2 rakétákat is tervezte és vezette a kivitelezésüket. Igen! És most is megvan a Braun intézet. Igen? Megvan? Értitek, hogy miről van szó? Minket meg náci fasisztáznak. Tényleg? Hát a Holdra szállást az amerikaiaknak kicsinálta egy fasiszta. Egy náci fasiszta. Irredenta, mitta még, micsoda. Érted, gyerekek? Vannak ilyen szitokszóvá tett dolgok, amit már úgy mondanak, nem is érti, az emberek jelentős része nem érti. Tehát azt, hogy migráns, azt sem érti. Nem érti magát a szót, hogy az mit jelent. Tehát, hogy meg vagy te különböztetve, kérdezik a cigányterektől, hogy
te mit tudom, idegen szóval, hogy meg vagy különböztetve, az a gyerek nem is érte a szót se, hogy mit mond ez az ember, itt fogalmam nincs. Mert hogy mindig idegen szavakkal dobálóznak, ez a bullshit generátor működik, úgy szoktuk ezt mondani, hogy a bika szar az a bullshit, érted? Tehát, hogy ilyen, igen, mert volt az interneten föltéve ilyen bullshit generátor, nagyon jó volt, beírtál egy ilyen valami választott, nyomtál egy gombot rajta, és akkor kiadott egy ilyen semmire való handabanda szöveget, mindig működött, alany állítmány tárgy benne, és akkor ilyen semmire való, de ilyen politikához hasonló handabanda szövegeket adott kifele. Hát sokféle bullshit, politikai bullshit generátort is lehet gyártani, hogy nem mond igazából semmit, csak ilyen idegen szavakkal dobálozik, és akkor úgy hangzik, mintha jó okos lenne, de hát nem okos. Nem okos. Egyszerűen nem okos. Hát voltak ilyen tapasztalataim az életben, a főnökeim volt néhány, aki még ilyen elvtárs volt, és hát nem volt okosna. Nem volt okos. Hanem hát marhaságokat beszélt, de hát ez rettentően jól adta elő. És miután senki nem értette körülte, ez volt a szomorú az egész, hogy miután senki nem küldte el a fenébe, hogy menj, mert a fenébe hát hülyeségeket beszélsz, ezért ezt komolyan is gondolt. És akkor végre akart veled hajtatni olyasmit, hogy mit tudom, én poroljam ki, a Csernobil után poroljam ki a izét, mert hogy az drága az a szűrő, poroljam ki a szűrőt, és akkor majd olcsó lesz, mert csak kiporolom jól, és akkor utána, én mondom, persze, csak a benne lévő radioaktív grafitot meg tűzőzem le. Persze, hát én ki vagyok találva, hát persze főnök, porold ki te. Mert hogy én beleteszek egy új szűrőt, még így is veszélyes, de hogy az, hogy még ott poroljam is, na hát az aztán meg... Ez ő kitalálta, mert az olcsóbb. Hát mondom, tényleg olcsóbb, csak az én életem nem olyan olcsó. Neked igen? Csak nekem nem. Mondom, hát ez most minden tele van radioaktív porral, amit a Csernobil fölvert, és ez a radioaktív por benne van a szűrőkben, az összeszívja, de még a porszívókban is. HEPA szűrő, HEPA filter. HEPA filter, tele van, hidd el, hogy tele van. Csak mondjuk egy háziasszonynak lila elképzelése nincs, mi az, hogy rádióaktivitás. Álmában nem tudja. Tehát ott rögtön lelőnék, nem tudna mit mondani. Komolyan mondom, mi az, hogy rádióaktivitás. Esélyt a Kossuth rádió, a Petőfi rádió, körülbelül ilyen jut eszébe, komolyan. És többet nem, ennyit tud róla mondani. Rá valami rádióról van szó benne. Komolyan, halál komolyan. És ez szörnyű, ez nagy baj egyébként, hogy a lakosság ennyire le van hűítve, mert nagy veszély, mert nincs se szaga, se színe, a rádióaktivitás nagyon aljas. És van, mi itt is van rádióaktivitás? Nem a lakásomban, mert ez az én lakás, nem! Utcán vagy akárhol mész, ott is van. Tényleg? De hát honnan? Hát attól, hogy 2000 atombombán már többet felrobbantottak már a Földön. Van a természetben saját rádióaktivitás is. Hévíz. Igen, és mennek gyógyítatni. Igen, vagy itt a rudas. Ott is. És jó, sugárzó arccalot rohangálni. Persze, most voltunk kétszer is hévízen, mert a feleségem nagyon harcolt. Sugárzó arccal rohangálunk. Igen. Fogalma nincs veszélyekről az embereknek, reklámokat néznek, és valami látványos handabandát mutatnak neki, és akkor mint az ilyen elvarázsolt, és megy, és megy, és megy. Igen. És olyan hülyeségek miatt nem megy, hogy nem is hinnéd el. Tehát valami pletykát hall, és akkor ő megrémül, és nem megy. Azt közben, ez marhaság, de akkor is nem megy. Vagy egy pletykáttal is életre halálra megy, akkor is, ha meghal. Tehát volt ilyen, amikor Egyiptomban nagyon lőttek, amikor volt ez a tavasz végigvonult Egyiptomon is, ugye, az arab tavasz végigvonult Egyiptomon is, és amikor végigvonult Egyiptomon, nagyon lőttek. Az utcán is, meg mindenhol lőttek. És akkor nyugdíjas interjú voltak, hogy ő most megy Egyiptomban. Valamilyen, de hát ott most életveszélyes. Ő akkor is megy. Ő egyszer tudott összegyűjteni annyi pénzt, hogy elmenni Egyiptomba, és hogyha ott rögtön lelövik, akkor is megy. Hát érted, mi a probléma ezzel? Hajtja a karmája. Hajtja a karmája, és nem tudod ki, nem tudod lebeszélni. Nem tudod. Ha nem emelkedik ki benne. Nem tudod lebeszélni. Az izraeli miniszterelnöknek egy évvel előbb mondták, mert a Biblia kódjában benne volt, a nevével keresztben volt egy város neve. Hogy oda ne menjen, mert az a Kennedy-nél is rosszul jött ki, mert hogy a Kennedy nevét is épp egy Dallas
szó keresztezi a Biblia szövegében. A Biblia szövegében. Tehát benne van a Biblia szövegében az egész történelem. Nem az van, amit kiolvasol, nem ám. Engem nagyon anyáznak emiatt, hogy a Biblia és a Szent és a Íze. Mondom, nem, attól még kevésbé nem lesz szent, hogy én azt mondom, hogy ez az Isten megüzent az emberiségnek, mindenkinek. Hogy mit fog csinálni, és hogy fog élni. Mindenkinek megüzente. Miért lettett ő szentségtelen egy Biblia? Dehogyis. Ja, hogy te nem értesz belőle, és te birkaterelést akarsz hallani, meglátni. Hát jó. Tereljétek a birkát. Öt jövő. Attól független ezek a pontok mindig megmaradnak? Nem. Mert akkor a másik fog lezajlani, mert hogy ennek is van több megfejtése, legalább 7 megfejtése van a Biblia szövegének. Tehát ez egy mátrix, egy bonyolult mátrix, szövegmátrix, ami egyetlen betűvel van leírva. Komolyan mondom, egyetlen egy betűvel van leírva, csak az a betű térbeli. És annak a térbeli betűnek az precízen törvény szerint elfordított állapotainak a vetületei, az árnyékképei, azok az óhéber betűk, amik az egész Biblia le van írva. Csak már ez el... Tehát mondta az Isten, hogy ne csináljatok betűt, de azért mondta, tudod miért mondta? Nem azért, hogy el akarta tőled venni a tudást, de hogy is. Oda akarta adni, csak a sok lükemóka, az lázad. Hát az lázad, azonnak most rögtön kell lázadni, mint a tinédzser. Hiába mondod neki, hogy ne csinálja, csak annál inkább csinálja, amikor megtiltasz neki valamit. És aztán némelyik ott hagyja a fogát, szegény szülei meg temetik, meg sírnak utána, ugye? Mert minden áron megcsinálja. Tehát, ne ugorja a bungee jumpingot, gumikötél nélkül, de az leugrik, mert úgy sokkal izgalmasabb, adrenalin. Hát jó, hát aztán jó kis palacsinta lesz belőle, alul összekanalazzák, aztán elviszik a szatyorba. Jó. Tehát itt is arról szól a történet, hogy az emberiségnek számtalanszor átadták a tudást, nem egyszer adták át. Én már 3 biztos ilyen szöveget megtaláltam, hogy az első a Védák könyve, ami mindenki elérhet. A védakönyvekben, de a védakönyvek is egy kódszöveg. Ne úgy olvasd, mint egy ilyen legényt, tehát nem háború és béke. Érted? Hanem az egy kódszöveg, amit egy algoritmus szerint kell kiolvasni. És ha nem azt csinálod, hanem elolvasod, mint egy háború és békét, lehet, akkor is jelent valamit, mert a nagyon jó kitaláltnak hagynak egy fedőfelszínt, hogy mindenki annak nézze. Tehát, hogy mi van benne? Birkaterelés. És akkor, jó van, birkaterelés, az maradhat, tudod? De közben ott a tudás benne, csak ezt meg nem érti. Nem tudja megfejteni, mert ahhoz meg kevés, meg lusta, meg... Most miután a számítógépek ilyen előre haladott állapotba kerültek, mint ahol most vannak, most már Biblia szövegét átrendezni, megvan 300 ezer betű, 305.804 betű, mit tudom mennyi, azt átrendezni mennyi egy számítógéppel. Hogy raktuszon 64 hosszú sor, vagy 364 hosszú sorokban, vagy 64 sorba rakd az egészet. Tehát ez mennyibe telik? Ennyi darab, kész, ennyi darab, kész. Ledarálja, látva rendezve, és ki is tudod nyomtatni, és látod az összefüggést. Ha ezt kézzel csinálod, akkor egy 100 tagú tím 10 évig szarakszik vele, de a következő átrendezéssel megint 10 évig szarakszik. Itt van az a betű, az a térbeli betű, tessék megnézni. Ez az a térbeli betű, itt rézlemezből van meghallítva, megcsinálva, ez az a térbeli betű, amiről beszélek. Tehát ez ott van előttünk, így átadták, értjük. Azt hiszed, hogy megfejtik. Kisebb gondja is nagyobb. De ha megfejtené, akkor látná, hogy mit kell csinálni, hogy jó legyen minden, de sokkal inkább az önző hülyeségei hajtják az embereket, teljesen önző hülyeségei. És attól kezdve nem lehet mit kezdeni vele. Mert abban a pillanatban, ahogy kirántják alulad a komfortzónádat, mit fogsz csinálni? Hangosabban rinyálni? Igen, mit fogsz csinálni? Siránkozol? Jaj, de szörnyű az életem! Ezt fogod csinálni? Hát mert ezzel nem lehet megoldani egy problémát. Komolyan nem. A problémát úgy lehet megoldani, hogy energia kifogy, és vége is, mert jönnek a drámával. Na most mi fogy ki? Túrod fogy ki, a tér maga az energia.
kifogy. Hát dehogy fogy. Mennyi energiát, elektromos energiát lehetne belőle nyerni? Amennyit csak akarsz. Komolyan? Amennyit csak akarsz. Így néz ki a téridő, de nem nagyon látszik azért látjátok, a működési elve. Belerohan saját magába egy ilyen visszakanyarodó forgás, és ott van a lányoknak a szív. Látod azt a szívet? Ott van a lányoknak a szív, amit a nyakadba hordasz. És ez nem, a, ez nem az a szív, amit itt dobok bennünk, hanem ez az Isten szíve. És tényleg azt hordjuk a nyakon, vagy a keresztet, vagy egy szívet hordunk. Egészen pontosan ugyanarról van szó, csak már nem érti. Még használja, de már nem érti. Pedig a tudás, birtoklása előbbre viszi az egész emberiséget. Okosabbak leszünk, nem hülyeségek után futunk. Mert hogy lassú a wifi, talán beszélgetni kéne egymással. Nem? Leülni és beszélgetni. De lehet, képzeld el, lehet. Igen, csak már nincs szókincse. Tehát a smiley-kat küldözgetik egymásnak orva szájba, bocsánat, nazálisan, orálisan, a smiley-kat küldözgetik egymásnak, meg a milyen hülyeség, kis képecskéket, de közben már nem is figyel oda egymásra. Nézd csak, mi van ott. Ez a mahad, középen az a hatszirmú virág. Ez a mahad, a Szentlélek hatos szimmetriája. Ugyanez a Dávid csillag is. Tehát az sem más, az is egy ugyanilyen hatos szimmetria, vagy az életvirága, amit már 10 évesen rajzolgattál a körzővel az iskolába. Emlékeztek rá? Azt a hatszirmú virágot rajzolgattuk a körzővel. Emlékeztek rá? Hát, és mit rajzolgattál? Úgy sem fogod elhinni, hogy a Szent Lelket rajzolgattad. Tök mindegy, hogy milyen kommunista iskola volt, meg úttörő mozgalom, meg akkor is azt rajzolgattad. Nem tudtad, meg hogy az. Meg hogy vízvázú egyetemben élünk, nem a vízcseppnek, a tiszta vízkristályosítása, az is hatágú. Nem a legtisztább. Igen, a hó kristályok 6, mert a téridő 6-os szimmetriájú. Abszolút bizonyítja, minden szem hókristály. Ez nagyon érdekes, volt a fiam olyan 10 éves, vagy még 8, kicsi volt még. És mentünk itt az utcán, és kérdeztem tőle, hogy Berci, szerinted a hókristályok miért mindig más milyenek? Egyik sosem olyan, mint a másik. Azt mondja nekem a gyerek, mert nincs két egyforma hely. Másképp kanyarodik attól. Amerre lekanyarog ugye a helyek sorozata, és miután két egyforma hely sincs, nem lesz egyforma hókristály. A 8 éves gyerek tudja, a fizikus meg nem tudja. Tessék megnézni. Hatos szimmetria, de mind más, ahány hókristály, mind más, nincs két egyforma. Hiszen nincs két egyforma hely sorozat, amiről végig lefelé esik és kristályosodik. Fantasztikus. Tehát ott van előttünk a megfejtés, ott van előttünk a tudás. Engem anyáznak, ahelyett, hogy ezen gondolkodnának. Nem. Mert ő neki már csak egy van, a trollkodás. Már nem jutott neki más, csak a trollkodás. Leszólni mindenkit meg. Mindenki hülye. Én vagyok az okos. De nem okos. Hát nem okos, mert amiről azt hiszi, hogy azt ő nagyon tudja, azt én lehet, hogy jobban tudom. Tehát lehet, hogy jobban értek az elektronikához, mint ő. Mert ugye mit beszél ez itt, mit tudom, miket. Jó. Akkor üljünk le, rakjunk össze egy számítógépet. Te is összeraksz egyet, meg én is. Na, gyerünk! És akkor kiderül, hogy hát azt ő nem tudja megcsinálni. Jó, akkor rakjunk össze ilyet, rakjunk össze azt, rakjunk össze azt. Egyiket se tudja megcsinálni. Akkor meg mit dumál? Tehát életében soha semmi alkotó munkát nem csinált, soha nem alkotott semmit, csak a másikat anyázza. Ez is nagyon érdekes volt, a KFK-nek az igazgatójától hallottam ezt, hogy a munka itt azért folyik, mert nagyon utálják egymást a munkatársak. A KFK igazgatója mondta, a rádióban hallottam nyilatkozni. Tehát, hogy attól folyik a munka, hogy nagyon utálják egymást, és ezért dolgoznak. Mert fúrják egymást, utálják egymást, mit tudom én, de ezért dolgoznak. Na most ez egy jó munkakörülékkör, ez nagy jó lehet, az kiváló. Ismerem személyesen, is találkoztam vele, kezet fogtunk, mit tudom én. Fönn voltam a KFK-ban, már régen nem voltam fönn, tehát egy döglött izé már, tologatják a Rottenbiller utcából a másik utcába izét, mert hosszú leírna a nevet, és akkor tologatják az Almási térre, vagy amit hova a döglött lovat, hogy a rendőr le tudja írni a végre a nevét, hogy hol döglött meg, és ennyi, és ennyi az egész, tehát az van, hogy
hogy fenn voltam, és hát hatalmas nagy épület volt ez, és működött, és tele volt. Én akkor fiatalabb koromban is voltam fönt, ilyen 20 éves koromban, kőkemény őrség volt, kőkemény rendőrségszerű őrség volt, minden működött. Ott futtam, pólka falon mindenki futkározott, olyan élet volt. Tehát kutatók ott nyüzsögtek, hemzsegtek, dolgoztak. Valami nyugatról hazajött tudós lett ott az igazgató, ugye, és akkor ott megmagyarozta őket, nem úgy, ahogy itt szocialista módon dolgoztak, hogy ez nem, hanem ott keményen meghajtotta őket, mint az inger a találmányát, és ettől kezdve működött a dolog, és ment is fölfelé Magyarország ilyen téren, aztán utána, ahogy előregedett, aztán lehaltak, és akkor utána már mindenki egyre lustább lett, olyan operettesedett a dolog. Aztán most voltam fönt, ezelőtt voltam fönt, vagy 5-6 évvel, akkor ott a folyosón kora délután mászkáltam, egy irodába égett a villany, egy helyen. Azt volt egy ilyen, ilyen nagy, hosszú folyosó épület, érted, és emeleten is, lejjebb is, és mindenhol ugyanaz, sötétség, semmi élet. Egy embert láttam, egy helyen égett a lámpa, ilyen KFT-k kivettek ilyen irodákat, és akkor ott, akik ott dolgoztak régen, azok ottan kicsokoltak egy irodát olcsón, és akkor ott valamit csináltak. De igazából döglött el fele az egész. Döglött el fele. És azért döglött el, mert azt mondták, hogy hát Magyarországon mi ne gondolkodjunk ilyeneken. Majd ők gondolkodnak helyettünk, és akkor majd megcsinálják helyettünk, és akkor így leromlott a kutatás végtelenül. Mert amikor a rendszerváltás volt, én akkor éppen egy OMFV projektet csináltam. Akkor volt a rendszerváltás. Akkor csúcsosodott ki a rendszerváltás, amikor privatizálták szét az országot, amikor kész lettem a 3 éves kutató munkával, a kutyának se kellett már. Hiába volt jó, a kutyának nem kellett, mert hogy kinek, hát már nincs gyár, nincs, aki megvegye, nincs, semmi nincs már. Eltársak mindent kiprivatizálták, úgyhogy megszerezték a gyárat, aztán alatták valami nyugati főgexternek, alatták bagóért. De nekik az rengeteg sok pénz. De eladod, mit tudom, 100 millióért, az neked őrült nagy pénz, ilyen proletár adatkodás. Igaz, hogy több milliárdot ért, de az nem számított. Volt, hogy fölpakolták a gyárnak a gépeit, és már még nem ért át Argentinába ezek a esztergapadok, meg gépek, meg minden. Már 10-szeres áron eladták útközben. Érted a gépeket? Még oda se ért, már eladták. Elárverezték a gépeket. Tehát, hogy érték volt, csak hát ezeknek ez nem volt érték. Egy ilyen, mert se nem proletár, nem a proletárokkal van nekem bajom, nem, ez nem proletár. Ez egy gangster, aki játssza a proletárt. Tehát ez a szélhámoskodás, ez a ilyen szocialisták vagyunk, meg olyan szocialisták, életében nem dolgozott némelyik, ugye, a szélhámosok. Semmi köze nincsen hozzá. Semmi köze. Megszerezték az országnak a gyárait, ezt a rengeteg üdülőt, menj, így elszólt. Úgy elszólták a szakszervezet üdülők, hová lettek gyerekek? Hát a szakszervezet, a SZOT-nak hová lettek az üdülői? Tudod, hogy hány üdülő volt? Rengeteg sok. Csak úgy pillanatra széthullott, eltűnt, felszorták a marék homokot, na hát nekem már semmi sem esett a kezembe, szóval ez így működött. És minden csokra eladtak egymás között mindenféle ilyen handa-banda szövegekkel. Tehát úgy volt, hogy te vagy az egyik gyárnak az igazgatója, te vagy a másiknak, te eladtad neki az üdülőt, te meg eladtad neki az üdülőt. És akkor, hát megvették, hát tényleg ezt játszották komolyan. Volt egy tévét szereltem abban az időben már, javában, és ilyen szakszervezeti vezetőknél ott a haverjával ott dumált, a lakásában. Ott ültek, csak hát én nem vagyok süket, hallottam, hogy mit dumálnak, tudod? De ezek ott kicsokolták egymásnak az ilyen Palma de Mallorcára az üdülést, meg valami. Komolyan! Én téged meg elküldtek mi vagy bürgözdre üdülni, hát persze. Ha én egyszer kinyitom a számot, ha én egyszer elkezdek beszélni. Tudnék, én mindent láttam, mindent hallottam. Már csak azért is, mert ezeknek a nagy szocialista minisztereknek a lopott, vagy sőt, hát csempészet nem lopott, mert csempészet orosz televízióit, amit kint olcsó pénzért vettek és behozták ide, ezeket ugye egyébként aztán később üldözték, mert a gelkások följelentgették azt, hogy kinek van ilyen orosz tévéje, mert volt egy ilyen roham, aztán ez elmúlt, de volt egy ilyen roham,
az nekünk jól jött, mert attól kezdve a gelkát soha nem is feketőben, csak minket, ugye? Hát persze a maszekokat kívták, a gelkát meg dehogy hívjuk ki, hát az följelent. Mi meg nem jelent, nem, mi nem vamzerok voltunk, nem jelentettünk fel senki, és ennyi volt. Olyan, így működött, és az összes ilyen miniszternek a televízióját én javítottam, és ezért személyesen is ismertem a mezőgazdasági minisztert, vagy az ipari minisztert, tényleg, komolyan, személyesen jóban voltam vele. Az ipari miniszter, aki később lett ipari miniszter, akkor még az OMFB-nek volt az igazgatója, annál javítottam a televíziót itt a zsidó negyedbe, hát itt a... Pozsonyi. Milyen utca, Mária? Luta. Pozsonyi. Nem Pozsony, hogy bejebb a... Dob utca volt az. Nem, az a... Mi volt? Elvtárs utca, Mária. Mindegy. Az a lényeg az, hogy ez egy rendes pali volt egyébként, és akkor így beszélgettünk vele, és azt mondja, adok én magának 6 millió forintot, így. És csináljon valami igazi jó dolgot belőle. Jó, főnök, rendben van, meg lesz csinálva. És tényleg igaz, a felét meg is kaptam. Hát mert szélámosság volt minden, meg az ellenkezője is. Aztán ezt a projektet én végcsináltam, le is adtuk becsületesen a munkát, tehát nem volt semmi csalás benne. Leadtuk, már a kutyának se kellett, amit mondtam, hogy már nem kellett a kutyának se. Ráadásul olyan fejlesztés volt, amit kényszeresen, kelletlenül be kellett valamit írni, hogy mit fejlesztünk. De itt kezdődik a hülyeség, tehát innen látszik, hogy elvtársnak nem túl sok esze van a témához. Tudnék, hogy a büdös tenébe tudod megmondani, te mint feltaláló, hogy mit fogsz feltalálni 2 év múlva? Vagy 3 év múlva? Mert ugye kísérletezel. Mi jött ebből ki? És akkor jön valamilyen eredmény. Akkor megint veszel hozzá egy csomó vackot. Jó, ez nagyon jól működik. És akkor építesz vele valamit, akkor még tovább. Hát így működik a dolog. Na de úgy nem működik, hogy én előre mondjam meg, hogy ebből mennyi lesz a bank haszna. Foglalkozok is. Egy feltaláló az költő, olyan, mint a zeneszerző gyerekek. Hát az egy költő, hát az hogy a büdös fenében mondaná meg előről, hogy mit fog feltalálni? Értitek, mi a baj? A feltalálókat tessék észrevenni, mind végtelenül bevitték a csőbe, vedd észre. Körülbelül ilyen pályán van a Magyar Találmányhivatal. Körülbelül ennyi. Nem lesz boom. Nem lesz boom. Mindig kimentik, úgy csinálják, hogy mindig leváltják az igazgatót, az izi, akkor beígér valamit, akkor mint ahogy szokás. De gyerekek, hát meg tudom mutatni, mert megvan. Több találmányom van, 25. De 2 megadott szabadalmam van, 2. Amit át tudtam vinni, gyerekek, őrült pénzért. Úgyhogy tévészerelő voltam, tele voltam pénzzel. Tehát most képzeld el egy olyan feltaláló, akinek nincs pénze. Az egész, minden megtakarított pénzét a találmányára költi, aztán tudod mi van, jó kilopják. Énekeljél, csak varjú, énekeljél. Jön a róka, hogy nagyon szép hangod van, úgy hallottam, énekeljél csak. Ilyen volt a licencia, találmányokat értékesítő vállalat, énekeljél, csak varjú. Bementek a feltalálók, énekeltek. Azonnal faxon már ment is kifelé, már le is szabadalmaztatták, még csak 5 szinten volt, de már ott le is volt szabadalmaztatva, 3 napon belül. Utána bement a izébe, beadták a hivatalhoz, hogy nem, ez már egy amerikai szabadalom. Na hát sajnos ez már fel van találva, viszlát. Ez így működött, komolyan. Így működött. Szétlopták ennek a szerencsétlen feltalálónak az gyerekek. Egy sokszög eszterga még mindig állsz. Olyan eszterga, amivel csillagalakot lehet esztergálni, meg az még mindig állsz. Sehol ilyen nem volt akkor. És azt hiszed, azt akarta, hogy Magyarország ebből gazdagodjon meg. Ilyen esztergákat gyártottunk volna, gyerekek. Végtelen sokat el lehetett volna adni a világnak, mert hogy nincs nekünk annyi acélunk, meg mit tudom, nincs nekünk. Te hülye, hát veszel, hát te hülye, hát tízszeres áron tudod eladni, te hülye. És nem. Nem vesz, nem csinálta, olyan, mint a Rubik kocka. Rubik kért rá, mit tudom én, 10 milliót, hogy csináljanak egy nagy gyárat, és öntsék el a világot Rubik kockával. Azt hiszed, hogy adtak neki. De hogy adtak. Hát ez csak egy ilyen hülye játék, mondták az elvtársak, nem adtak neki. És az egész világon őrületes nagy siker lett. Az, hogy Rubik-Kubik, azt mindenki ismeri az egész világon.
őrletes nagy siker lett. És máshol tejelték le a pénzt. Japánok. Japánok adtak neki pénzt egyébként. A japánok azok így adtak neki pénzt, mert tud, azoknak van üzleti elképzelése. Hát itt az eltársaknak sose volt, hát azért is buktak be. Hát ezt figyelj ide, a fejreállított piramis nem működik. Tehát amikor az udvari söprögető a főmérnök, mert ez nem működik. Hát ezt csinálták eltársak komolyan. Udvari söprögetőt kinevezték főmérnöknek, mert az megbízható jó eltárs volt. Hülyeséget beszélt, de hát kit érdekel az? Hozza a sok pénzt. És akkor hát nem hoztam, mert összedőlt a gyár. Mert hát hülyeséget hülyeségre halmozott. Ez ment. De láttam a saját szememmel, én ebben nőttem föl. Hát én 71 éves vagyok, én még ezeket láttam, tudod? Benne voltam. Tehát mit tudom, olyan, el kellett jönnöm egy cégtől azért, mert túl jó voltam. Komolyan. Bérfeszültséget okozok, ilyeneket mondok, érted? De várjál, nem kértem pénzt. Komolyan. Nem kértem pénzt. Igen, csak tudod, volt ott két ilyen mérnök, akik ilyen ollózós mérnökök voltak, összeollóztak mindent ilyen szakfolyóiratokból, és ebből voltak ők mérnökök ott. Megvetették az elektort, meg ezeket az elektromos találmányokat, mutatgató újságokat, és akkor ők összeollóztak belőle valamit, és akkor ez volt a gyártmány. És akkor gyártmány, szar volt, nem működött, mert nem értettek hozzá. Tehát nem értettek, szóval nem elég, ha összeragaszgatod, ollózgatod, ha nem értesz hozzá, akkor baj van, és ezek nem értettek hozzá. Nekem speciál ott a közvetlen egy szervizbe mentem a végén már át. Gyerekek, ilyen, volt először egy ilyen helyen, munkahelyem, onnan kiraktak, mert túl okos voltam. Jó. Hát mert körülbelül 10 perc alatt csináltam meg, amit másfél óra alatt. És akkor mindig unatkoztam. De hát kész volt a szalagon, amit kellett csinálni. Kész volt. Talán gyorsan csináltam meg, mert én menetet nem így vágtam a menetvágóval, befogtam az Amerikát, a menetfúrót, így vágtam a menetet, érted? Kis petrolom, kész. Tehát olyan gyorsan csináltam meg a dolgot, amire nem voltak agyilag fölkészülve. Akkor az, ott örjöntek a csajok, akikkel dolgoztam, elrontod a menetelőt, mondom, micsoda, hova menetelesz? Miért, hogyha lassan tekered, akkor jobb. Sokkal vertikálisabb volt, amit én csináltam, nem ilyen ferde meneteket furkáltam, meg kézzel, ilyen szalámi meneteket furtak, érted? És akkor megint pillanat alatt nem bírták agyilag, elraktak onnan, akkor elraktak oda, akkor menj nyugdíjba egy öreg szaki, aki ilyen driving kazokat csinált, ilyen meghajtó házok, hát ilyen fogaskerékház. És akkor, hát ha szorult, akkor szét kellett szedni, de előtte fő volt töltve zsírral, aztán szorult, akkor szétszették, kimosták benzinbe, akkor visszarakták, megint föltöltötték zsírra, megint szorult, akkor megint szétszették, 5-6-szor. Így napi egy ilyet csinált meg. Napi egyet. Én meg fogtam egy tolomérőt, tik-tuk, sorba raktam az alátéteket. Egyes, kettes, milyen alátét dobozkába. És akkor ráraktam, ide kell három ilyen, két ilyen, összeraktam, zsír bele. Megy hibátlan. Következő. És így összeraktam ezeket a vackokat, erőködve 20 perc alatt. Ha lassan csináltam. De gyorsan 10 perc alatt is összetudtam egyet, és jó volt. Hát teleraktam, ott volt egy szekrény, teleraktam kézterméken. Na, ezek napi egyet vártak. És még akkor is olyan volt, hogy közben leégetett ez a szaki, leégetett általában egy univekát, az még egy ilyen régi ilyen műszer volt. És akkor, mert hogy árammérést nézte, hogy mennyi áramot vesz fel a motor, és a túl sokat vett föl, kiverte a műszernek a mutatóját, így fölcsavarodott szerencsétlen, az zárlatos volt, vagy nagyon megszorult, mert egy izé motor volt benne, egy szénkefés motor, az meg nagyon sok áramot vesz föl állva. Tehát az indulásban sokat vesz föl. Na, hát első nap mindjárt sorba kötöttem vele egy Wickman biztosítékot, ugye, egy ilyen kis biztosítékocskát, ami egy vékony drót, és ott ég ki, nem a motor meg a műszer, hanem az mert hogy ennek egy ampert szabad fővenni, beletettem egy két amperes biztosítékot, de ne menjen 15 amper vagy 25 amper, mert az szét kicsavarta a mutatót. Nem volt egyetlen, jön az autó, egy ilyen sofőr, jöttem a műszerén, mondom, milyen műszerén? Hát a leégett műszerén. Hát persze, mert azt minden nap kivitte a gyárnak a csepeli részlegéhez, a belvárosból, ez az Akácsa utcába volt, kivitte a Csepeli részlegéhez, és a Csepeli részlegnél mellett lakott a barátnő, akit meghágott,
és aztán visszahozta a műszert. De ez volt a napi programja sokszor, hogy elment a műszerrel, meg visszajött a műszerrel. De közben a barátnőjével jól érezte magát. Hát mondtam neki, hogy nincs műszer. Na, hát ne tolják ki velem, hát vár a barátnő. Neki meg volt a programja. Mondom, de hát nálam nem is lesz, úgyhogy találj ki mást, mert nálam nem lesz. Mi az, hogy nem lesz? Hát az nem létezik, hogy négy. Hát minden nap volt. Mondom, annál, aki nem ért hozzá, minden nap volt, kettő is akár, de nálam nem volt. És ezt nem értette, sehogy se értette, mert az élet programjában már be volt ez rakva. Tehát annyi ilyennel találkoztam életemben, de tényleg olyan sokkal. Aztán átraktak egy másik részlekhez, ott egy nagyon okos Pali volt a főnököm, a Szekeres, az egy rádió technikában is írt cikkeket, mindent, az egy rádiomatőr volt, és az értett az elektronikához, de nagyon jól értett hozzá. Hát azzal nekem soha nem volt semmilyen konfliktusom, mert én is értettem hozzá, én is rádiomatőrködtem, meg voltak ilyen amatőrvizsgáim, meg mit tudom, micsoda. És akkor nem volt semmi, jobban voltunk a főnökkel, énekeltünk, meg jól leszünk magukat ott munkaidőben is, meg átalakítottuk a teljesen elrontott gyártmányokat olyanra, hogy működjön. És akkor attól kezdve az elrontott gyártmány, nem kellett soha kimenni, mert szervizesek voltunk, de nem kell többet kimenni. Mert jó volt, mert gyárilag el volt az egész tolva, mert az a két mérnök tervezte. Aztán utána egyszer a két mérnök átjött és mutattak nekem az új gyártmányt, és akkor kérdezték tőlem, hogy már mi ez? De elnéztem, hú, fordítva van bekötve a táp. Mondom, ez egy automata géppuska. Tranzisztor robbantó. Jó, bekapcsolták, már láttuk a főnökkel az ablaknál, estük a főnökkel, hogy kapcsolják be. Ő is, szét is mentek bele a tranzisztorok. Dön, bí, bám, elpattogtak bele a tranzisztorok. Mi meg nem bírtuk ki röhögést nélkül, persze. Na ezért aztán ki is rúgtam. De nem azért, én megmondtam, hogy ez micsoda, a tranzisztor robbantó, az volt. Csak ezt nem bírták elviselni, ugye? Mert hogy én nem szóltam, mondom, de hát szóltam. Olyan, mint a kollégám, az egy másik eset volt, a kollégám fordítva dugdosott be egy kártyát, és akkor énekeltem neki, hogy ACLO, DCLO kártya, az IC meg gőzé lesz a hártya, nem értette. Az lett. Lekapcsolt a gépet, BOOM! Na, mi ez? Ez a sokszög esztergál. Sokszög esztergál. Hat szöget is tud esztergálni, vagy csillag alakot, vagy bármi. Tehát itt van a probléma, hogy hiába van egy nagyszerű találmány Magyarországon, vagy egy Nobel-díjas dolog, hiába. Esélytelen. Most fizikai Nobel-díj várományos egy magyar egyébként, fizikus, az igaz, hogy a Machtmannak az igazgatója. Tehát ott Németország. Ja, ott lehet nyerni. Ott lehet. Itt nem lehet. Tessék csak észrevenni, hogy egy Nobel-díjat kaptunk itt, a tizen akárhányból, ugye, csak egyet kaptunk itt Magyarországon, az véletlenül pont a háború alatt volt. A Szentgyörgyi. Bizony. Mert aztán már nem kaptunk. A háború miatt volt ez. Tehát azok a cenzorok nem éppen azzal voltak elfoglalva. Hanem a bőrüket mentették éppen, akik ezt átszervezik mindig, hogy nehogy véletlenül itt kapjon bárki is. Tessék észrevenni, hogy Magyarországot teljesen gyűlöletbe fetrengő magyar ellenes emberek vezetik sokszor. Nem az ország legfelső vezetésére gondolok, hanem ott a középrétegben. Tessék észrevenni, vagy az akadémián most. Ja, luttalpasok. Tessék? Luttalpasok. Hát, jó luttalpasok. És ez miért van így, Gyuri, hogy nem mindenki magyar, aki magyar, vagy? Állampolgársága szerint talán magyar. Igen, talán. De meg a nyelvet is beszél. A nyelvet is beszél, és gyűlöl. De nem hogy, kicsit gyűlöl. Tessék hogy lehet? Hát egy szent nyelv, meg szakrális nyelv. Szakrális és szent nyelv, de gyűlöl. A lelkem. Tehát ebben nőtt fel, hogy gyűlölt, és ebben nő fel, hogy gyűlöl, 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 ebben nő fel. Gyűlöl, nem tudna folytani egy kanál, de ezt körülbelül ilyen Demszki-féle mosolyal adja elő. Ilyen Demszki-féle mosolyal adja el a gyűlölet, abban is ott volt, és mosolyogjon, akkor így ücsorgott. Szörnyen nézett ki a Demszki, amikor jöttek a riporterek, akkor ilyen mi mosolyt vett föl, szörnyű volt. Először lett magyar talán? A lelke megkapta ezt a sanszot, hogy magyarnak szülessen? Nincs meg mindent? Megkapta, de azért a Nobel-díjasok között is, ha megnézed, akkor hogy kik kapták meg a Nobel-díjat, arra is érdemes odafigyelni. Hogy mennyire magyarok azok? Hogy mennyire magyarok azok. Igen.
Igen, és nem a Nobedi ellen beszélek, vagy nem a zsidóság ellen beszélek, vagy nem, csak ez egészen. Egyszerűen racionálisan nézd meg, és számolj utána, és vizsgáld meg. Tehát ne higgyél nekem sose. Nézzél utána. Ez a lényeg az egészben, hogy rengeteg olyan dolog születne Magyarországon, amiből ki lehetne térni. Ott van a térenergia. Ugye a térenergia korlátlan energia, arról beszélünk. És ez egy vacak szerkezet, amit meg lehet építeni, nem drágán, tehát ez nem valami elérhetetlen technológia, nem. Bemész az első villanyszerelési boltba, meg mit tudom én, ilyen nevetséges alkatrészeket megveszel, pár ezer forintból össze lehet rakni, vagy 10 000 forintból össze lehet rakni már egy ilyet, és működik. Most az teljesen mindegy, hogy 8 darab LED ég vele állandóan, de megállás nélkül. Az a LED az a mindennel lévő kis piros lámpácska, az a LED. De 8 darab ilyen. Gyerekek, de nem, ott ég a kamera elején a LED, az a piros LED, és az mutatja, hogy működik. Na most az egy félvezető, egy lézer egyébként. Arról nagyon kevesen tudják, hogy az lézer, az a kis LED. Csak éppen keresztbe fekszik egy ilyen kis fazekacskának a fenekén, egy kristály bele van hegesztve, forrasztva, egy kis ilyen kis lábaskának az aljába, ilyen kis tálkának az aljába, be van forrasztva, és párhuzamosra van csiszolva neki a két oldala, és emiatt lézereffektus jön létre, egy átlátszatlan fém. Hogy ez szilícium nem annyira átlátszó, és mégis egy olyan effektus jön benne létre, egy lézereffektus jön létre, amit ez a kis tálka kifelé vetít, és akkor rátesznek valamilyen kis lencseszerű valamit, hogy úgy a műanyagot úgy teszik, hogy lencseszerűen szórja a fényt, és így tovább, és akkor így működik. Ezek nagyon sokáig bírják, strapabíróak ezek a ledek, ezek elműködnek, hát 30-40 évig is elműködnek. Tehát a LED világításnak van ezért, tehát így működik, ott van egy ilyen LED, ott van a kis tálka, ahova két pötty ment, és a kis tálkába egy ilyen kis kristály világít. Ha élire állítom ezt a kristályt, nem így fektetem bele, hanem így élire állítom a kristályt, akkor az van ezekbe az iránymutató cerkákban. Aha. Ami ilyen lézerdiódás cerkába, az van, az is lézer, csak ez is lézer, amelyik nem úgy világít ilyen sugárba, és akkor arra tesznek még egy ilyen kis lencsét, és akkor a kis lencsével fókuszálni lehet, hogy párhuzamos sugár jöjjön ki belőle, fénysugár jöjjön ki, és akkor azzal lehet mutogatni. Az is lézer, csak az másképp van megcsinálva. Olyan nagy teljesítményű lézerek, olyan nagy teljesítményű lézereket lehet ilyen ekkorában megcsinálni, hát ilyen 10 wattos a csimán. 10 wattos lézer ekkora diódában meg. Nekem van ilyen. 10 wattos infralézer van. Most a 10 wattos lézer az már nagyon kemény, átviszi ám az autógumit. Most tudod, hogy az már simán átviszi az autógumit, nem cicózik. És infra. Igen. Hát nincs összerakva, nem használom semmire, csak megvan, de van. Olcsó pénzért vettem, leértékelten, olcsó pénzért vettem, nem tudták, hogy micsoda. És ezt nagyon sokszor, szóval, hogy mondjam, jaj, egyszer egy nagyon durvát, az nagyon jó volt, az egy ilyen 50 wattos lézer volt, az egy nagyon-nagyon durva volt, és az egy ekkora nagy cerka volt, mint így az ujjam, ilyen hengerecske, és na, az már egy nagyon durva volt, és hát ránéztem, mondom, ez egy lézer, ez mit kér érte, mert ez egy dióda, lemérte egy ohmmérővel ez, aki ezt eladta, dióda, mert egyenirányít, hát ez egy teljesítmény dióda, és akkor kér érte 3000-et. És nem volt nálam 3000, de hazarohantam, akkor még az nagy pénz volt, mint most 30 000 vagy 40 000, tehát az legalább annyit ért, vagy még többet, és hát nem volt a zsebemben annyi, hazaszaladtam pénzre, de mire visszaértem, más is felfedezte. Mondtam, hogy tegye el, de nem tette el, eladtam. És az elcsúszott, az egy ilyen, az egy nagyon kemény lézer lett volna, jó lett volna, kísérletek. Ezt tessék, parancsolj. Infrafény, mostan a rendőrség ezerrel világít minket, az nem árt valamennyire a szemünknek?
Hát attól függ, mekkora teljesítményű. Hát azért hát, azok a kamerák, amik vannak, az nem árt. Az nem árt, mert ott azok szórfényt csinálnak, igen. Van ilyen kamerám, meg hát, tudtak. Ilyen értem, mert minden árt. Igen, de hogyha megnézed a bármilyen távirányítót, amikor mondjuk a telefonoddal meg tudod nézni, a fényképezés rájtod a telefonodat, és megnyomod a tévi távirányítódat otthon, próbáld ki, hogy villog a LED. Így nézed, semmit nem látsz, és így nézed, villog. Tehát fényképezés rájtod a telefonodat, ezt tudod, hogy kell. És utána fogsz egy ilyen akármilyen távirányítócskát, tévéhez, magnóhoz, mit akármi vacakhoz való távirányítót, és akkor így hátulról így rá belevilágítasz vele a telefonod ledzsébe, így, hogy lássad, tehát látod a távirányítót, ott vagy előtte. Megnyomod rajta bármelyik gombot, elkezd villogni. Mindegy, nem mindegy, melyik gombot nyomod, mert hogy másképp villog erre, másképp villog arra, hát ilyen másmilyen impulzus sorozatot ad ki. Az egyik, ha 9-es nyomsz meg, másmilyen, hogyha 1-es, vagy a hangosítás, mindig másmilyen impulzus sorozatot ad ki. Ez egy kód, amit a tévéd, vagy a, mit tudom, a DVD lejátszód ért. Így működik. A távirányítók mindig működnek. Tehát egy láthatatlan, szemmel láthatatlan, de közel van a láthatóhoz. Tehát még a telefonod látja. Ja, hogy így meg tudod jeleníteni ezt a kódot. És azt is meg tudod, hogy jó működik-e a távirányítód. Uh-huh. Csak úgy mondanám. Uh-huh. Hogy meg tudod nézni, mert senki nem tudja, hogy most működik, vagy nem működik. De hogyha így ránézel, telefon, bekapcsolod, ránézel, megnyomod a gombot, villog. Akkor a tévével van valami. Hm. Ugye? Mert hogyha ez villog rendesen, akkor az működik. Mert sokszor az van, hogy nem tudod, hogy az elem gyenge benne, mit tudom én. Nem látsz rajta semmit, amikor működik. Egy-két távirányítóval tettek ilyen hangyányi pici kis piros ledet is, amikor bármit nyomkodsz rajta, akkor az villog. Tehát azt azért tették, hogy ezt lássad, mert nem látják, nem látható a szemünknek, nem látható. Ugyanúgy, mint ahogy nem látható a rádióaktivitás, amiről kezdtünk beszélni. De borzasztóan veszélyes, mert elbontja az emberi sejteket. Tehát a rádióaktivitás az fény, az a fénnyel rokon, csak sokkal magasabb rezgésszám. Sokkal magasabb. Tessék, parancsolj, Péter! Most találtam rá az eBay-en 8000 forintét detektort, amit rá lehet dugni az androidos telefonra, és méri a doziméterre. Doziméterként működik, egy kis IC van benne. Nagyon jó! Hozd már le a dozimétert, Péterkel! Lehoznád? Hozom. Sárgát? Csak hogy itt azoknak, aki még nem látott ilyet, megmutassuk, mert hogy filmfelvételbe is belekerül. Ezeket mi az ilyen lengyel piacnak nevezett piacon vettük annak idején, ilyen 20 évvel ezelőtt. Akkor ilyet árultak a Csernobil után. Árultak ilyeneket a piacon, hát ilyen olcsó pénzért, voltam egy 800 forintért vettem, tehát hogy tényleg olcsó. De akkor a 800 többet ért sokkal, mint most, tehát akkor is olcsó volt, és mert hogy egy ilyen doziméter egy olyan veszélyt mutat meg neked, amit egyébként nem látsz. Mert nincs szaga, nincs, nem büdös, nem világít, semmi, nem éget, nem látsz semmit. Éget, onnan tudod, hogy rádióaktív sugárzást kaptál, hogy boros idő volt, az mégis a pofád le van égve, mint ha nagyon erősen napoztál volna. Akkor kaptál rádióaktív sugárzást. Tehát, mint amikor nagyon lesülsz a napon, és ilyen vörös lesz a pofád, és bőröd mindenhol, ahol napsütötte, de ugyanaz a történet a rádióaktivitásnál is, csak ez sokkal aljasabb, mert ez átmegy rajtod, és közben rombolja a sejtjeidet. Az ultraibolyas sugárzás az ugye a felszínen megáll nagyjából. Kicsit beljebb megy a bőröd alá, de az úgy nem megy át rajtad. Vagy amire átmegy, már csak hősugárzás lesz. Mert hogy mindig veszít az energiájából, vagy pont rontja az izét, mert hogy az a nagyon érdekes, hogy az infravörös a nagyobb energiájú, nem az UV. Csak annak nagyobb az áthatoló képessége, meg kisebb a UV fénykvantum, mint az infravörös. Csak ezt még a fizikusok nem tudják, ez még kell 10 év, mire rájönnek. Hozott 3-at is, 4-et. Jó, tessék. 3-at hozott. Ez egy régi típusú ilyen. Ebből is van 2. És kicsit világít a sötét. Az én papámnak ebből 2 van, ismeritek a viccet. Hogy a gyerek odáll, a Pali szereli az autót, odáll. Ő vesz a csavarhúzót. Az én papámnak ebből 2 van. Jól van, kisfiam. Fölveszi a kalapácsot.
Az én papámnak ebből kettően jól van, édesem. Odáll a politisálni a fa mellé. Azt mondom, hogy az apádnak ebből is kettő van. Nem, de kétszer akkora. Szóval az én papámnak ebből kettő van, nekem is van két ilyen doziméterem. Ezek a régi fajta doziméterek, már rossz benne az akkumulátor. Működőképes még. Mert tápot kipróbáltam, adtam neki, akkor működött. Tehát ez a mérőfej, ez a fallikus szimbólum. Ebben egy Geiger-Müller szemlálócső van, ami igazából csak egy vákumozott üvegcső, amiben középen megy egy drót. És kívülről, vagyis hogy belülről van egy anódja is, tehát egy cső, ami a cső belül egy drót. Ennyi az egész. És ez be van hegesztve egy lezárva üvegbe, és utána kiszívják belőle előtte a levegőt teljesen, és akkor utána, hogyha erre rákapcsolok, mit tudom én, 600 voltot, van annak egy átütési feszültsége, de hogyha rácsapódik egy ilyen kvantum, egy ilyen gamma kvantum, becsapódik neki, akkor egy szikla ütődik át a drót meg a palást között belül. És ez egy impulzust ad az elektronikának, és akkor ez az impulzus az, amit számolni szoktak. Tehát azt hallott, hogy ez nagyon gyakori ez az impulzus, akkor sok csapódás van, hogyha meg csak ritkán kat, ez így szokott lenni, például ennél hallatszik, mert nem hallatszik mindegyiknél, most már ezért már össze van gányolva, mert már ez ilyen orosz gyártmány, nem fér bele a szabványos elem, meg oroszoknak külön szabványuk van. Nem tudom, hogy még működik-e benne az elem, mert ez egy ilyen... Aha. Hát, működik, de... halkan ketyeg. És akkor ez leméri a rádióaktivitást? Igen, most már jó lesz. Hát nem fogjátok hallani, de kattog. Na talán. De számolja is. Látszik, ott látszik, hogy számolja, de már ráültek meg, mit tudom, ez az a LCD kijelző. Igen, mert le volt téve, jön egy ilyen elvarázsolt, már pff, ráül. Érted? Hát ez ilyen. Komolyan. Elvarázsolt, már ráül. Az nem nézi, hogy hová ül, az olyan viszintesnek néz ki. Azért ne tegyétek székre soha laptopot, vagy ilyen tabletet, ne tegyél le a székre, úgy ráül, hogy kész. Egyből töri szét a képernyőben, a dobhatod a francba. De így működik. Tehát az elvarázsolt humán az nem néz a feneke alá, az csak leül, leveti magát, kényelmes leültem. Na, ez a kattogás, ezt azért viszem közelebb a mikrofonhoz. Ilyen kis kattanásokat lehet hallani időnként. Ez a nyekkenés benne, az azt jelenti, hogy leszámolt egy ciklust. Tehát időnként kattog, aztán tehát mit tudom én, megy 10 másodpercig, utána nyekken egyet, megint 10 másodpercig, megint nyekken egyet. De itt 0,13 mikroszívert órát mutogat, az azt jelenti, hogy az még nem olyan túl veszélyes. 0,15 volt. Tehát ez egy másik fajta, ugyancsak orosz szörnyedvény. Hát itt se fér bele az elemtartó, lehet látni. Tehát ilyen szocialistás, erre szoktam azt mondani, hogy szocialista, érted? Mert a rohadt életben, hát miért nem tud 2 milliméterre nagyobb domot csinálni, érted? Tehát miért nem tudja pontosan megtervezni? Nézd meg, hogy a szabvány elem nem fér bele, tehát ilyen kidudorodik az egész, amikor beleteszem az elemet. Egy katasztrofa, de egyébként ez jobban működik, ebben viszont nincs hang, mert az már indulásból nem volt benne gyárilag, amikor megvettem újkorában. Itt ég egy ilyen LED az elején, az a LED, amiről beszéltem, az a zöld, az a LED. A fénykibocsájtó dióda, ha magyarra lefordítjuk, azt jelenti a rövidítés. És nézd meg, ott egy piros lámpa is meggyulladt utána, tehát egy zöld mellett egy piros. Az azt jelenti, hogy 0,1 tehát mikroszívert órát, ez is azt mutatja. Tehát ez a 0,1-et meghaladta. Aztán a 0,2-et is meghaladja, és amikor veszélyes az az 1,2, külön lámpa van neki, attól kezdve veszélyes. Az a 10-szerese a háttérsugárzásnak. A háttérsugárzásból az nem szülik meg, mert a 2000 atombombát fölrobbantgatták a Földön, és az mindig van. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy egyre jobban magunk alá vágtuk a fát, mert hogy ez rákot okoz. Azért van olyan baromi nagy rák statisztika, csak hazudnak.
mert hogy hazudtak itt a Kossuth Rádióban, mindig megvan nekem az a történet, hogy egyik nap azt mondja a Kossuth Rádió, hogy Magyarországon a sugárzás nem veszélyes. Másnap ugyanaz a Kossuth Rádió azt mondja, hogy a sugárzás Budapest területén a század részére csökken. Hát az megnyugtató, hogy a századré, az nagyon. Csak egy nagy baj volt, hogy a százszorosára fölment a háttérsugárzás a veszélyes értékre, ugye? Mert a százszoros már tízszeres is veszélyes, mert az 1,2, a 0,1-hez képest, ugye? Az már egy, a 0,1-nek a tízszerese az egy lenne, de hát 0,12 vagy 1,2, az a tízszeres. Na jó, de itt még vannak ilyen szorzók, amit rajta, hogy tízszer és százszoros, ezerszeres is van rajta, látod? Tehát amikor az a szorzó is ég rajta, az azt jelenti, hogy baromi nagy a sugárzás. Baromi nagy. Tehát akkor már vastagon életveszélyes sugárzás van. Na most egy ilyen vacak, tudod, most ez egy ilyen játékszernek tűnik. Egy ilyen kis vacak, műanyag doboz, cukorrádió, mit érez, semmi. Hát most igen. De amikor mondjuk valami baj van, mondjuk valahol robbantgatnak a közelben neked egy atombombát, tudod, vagy valamilyen atombaleset van, mint a Csernobil, akkor tudod, a káposztát ezzel le lehet mérni, és akkor, hogyha rádióaktív nem veszem meg, tudod? Akkor azt mondom a káposzta haladónak, hogy ezt dobd a szemétben, mert ez nagyon rádióaktív. És megölsz vele valakit. Ennyi a történet. És én így jártam a piacon. Csernobil után itt. Olcsó volt a káposzta? Nem. 400-szorosára fölment a sugárzás Budapesten. Egy ilyen jet volt, így bejött valahogy viszintesen egészen így Magyarországra, mint hogyha Nyíregyháza felől lett volna egy ilyen báramlás. Tehát egy ilyen, pontosan elkaptuk rendesen a Csernobilt. Igen? Akkor halt meg a lányunk, igen. Ebbe? Uh-huh. Ebbe tért a feleségem. Uh-huh. Tudni, ilyen napok? Uh-huh. Hát akkor volt 5 hónapos, 6 hónapos terhes, és elvetélt. De olyan magas volt a rádióaktivitás, tehát 400-szoros volt, az már nagyon veszélyes. És nem mond csak az én feleségem, hullottak a gyerekek kifelé a nőkből, mert hogy, hát persze, ja, hát szarnak bajnak, nincs gazdája, nem fizettek kártérítést, tudod? Hát az hát csak véletlen, az nem azért van, és ezt mondja a tudomány? Hát ezt a tudományt én fizetem, bocsánat. Akkor engem védjen meg, ne csapjon be. És milyen károsodások maradtak még abból, ki fölgölettek, látványos? Hát hogy vagy... persze, hogy ne lett. Igen? Hát hogy ne, rengeteg rák, igen, rengeteg, rengeteg, persze, akkoriban is. Gyerekek, itt a Florián téren, tehát nem az, hogy én képzelgek, meg úgy gondolja, meg nem. Én javítottam a számítógépet Budafokon, ahol a mérési jegyzőkönyveket csinálták, bocsánat. És én így láttam, hogy a nyomtató, amit javítottam, hogy mit nyomtat ki. Tudod, ott álltam és néztem. És milyen típusú rákot okozott? Hát a tejet mérték, vagy a zöldségeket mérték, meg mit tudom én, ott mérték, és a mérési eredmények listában ott volt, láttam, hogy mi volt. Hát nagyon zűrösek is voltak benne. Igen, rengeteg elváltozás, rengeteg bajt okozott, a rádióaktivitás veszélyes. Ezt magyarázom nektek. Ez egy doziméter, ez is egy doziméter, ez is egy, egy régi fajta katonai doziméter, de működik ez is még. Mert én tudod, ilyen gyűjtögető vagyok, meglátom, na hát jó lesz ez még, már kidobod? Nem baj, dobja csak ki, mit adsz, mennyit kérsz ezért a szarért című alkudozás következik, tudod? Ah, ne hülyeskedj, a feléből mit engedsz? Szóval, hát így kell, ha már valami zsidozol, akkor így kell, akkor azt úgy kell csinálni, hogy jó legyen, tudod? Üzlet is jó legyen. Hát ha különben megveszed drága pénzért, hülye vagy. Mint ezeket a takarókat, amit mondtam, érted? Hogy eladják neked a kamu semmire való handa bandát, eladják neked őrült pénzekért. Meg ilyen mesketéket kitalálnak hozzá, mesete, aztán jó van, csak egy nagy baj van. Na, itt van egy doziméter. Mobiltelefonhoz egy adapter lehet kapni hozzá. 8000 forint vegyétek meg, azt mondom nektek, mert hogy rossz idők jönnek. De azt javaslom nektek, hogy rossz idők jönnek. Nem kicsit rossz idő, nagyon rossz idő. Tudsz erről mesélni egy kicsit? Mesélni? Hogy ne tudnék róla? Mesélni? Persze, hogy tudok. Voltam a jövőben. Marra hülye hangzik, de akkor is. Én nem tudom neked elmondani, hogy rád mi fog vonatkozni, vagy rád... Nem tudom, mert... Nem tudom.
De a jövőbe voltál, akkor érdekes, és ilyen nagyon sok emberrel előfordult, hogy elvitte az Isten a jövőbe. Engem is elvitte az Isten a jövőbe. Nem én találtam ki, nem én hazudozok, nem. Elvitte az Isten a jövőbe, és megmutatta. Egyébként 5 éves koromban mutatta meg nekem az egész életemet. 5, azaz 5 éves koromban, az egész életemet így előre megmutatta. Minden bejött. Úgy lett? Úgy lett, igen, minden bejött. Még a mondatot is tudtam, hogy mit fog mondani az a nő, aki majd a feleségem lesz. Mit fog mondani nekem az olasz jugoszláv határ? Oda jön és egy Csepel motorkerékpárról fog nekem regélni. és most ő a feleségem 30 éve. Érted? Tehát, hogy oda jön hozzám, és azt fogja mondani, hogy motorkerékpár hátsó ülését, mit tudom, és elkezd róla mesélni. Nekem megmutatták filmen, mint már egy megtörtént esemény. De akkor determinált minden? Szabad akarat. Determinált a nagy része a dolgoknak, igen. Igen. De ne legyél ettől még fatalista. Nem. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor passzivity show van, és nem csak semmit, mert úgyis determinált. Nem. Ez a activity show van, akkor van passzivity show is. Az emberek jelentős része ilyen passzivity show-t játszik. Meg nem az én dolgom. Determinált, akkor ők is determináltak. Te tervezted meg. Az a nagyon érdekes, hogy a nem determináltan van egy esemény, amiben nincs idő. Amit nem lehet sehogy megmagyarázni. Nem lehet megmagyarázni. Mi az, hogy esemény, az nincs idő. Cselekmény, az nincs idő. Hát lehetetlen, ez nincs. Pedig van. Tehát mondjuk ilyen spiritista izék beszélnek a jövő túloldalról, azt mondják, hogy ott nincs idő. Minden lélek azt mondja, hogy ott nincs idő. És tényleg nincs. De tér van még. Tér az van. Igen. És az a nagyon érdekes, hogy az idő a fény. Mindenből jön a fény, az is nagyon érdekes. Tehát minden világít. Amikor 4D-be vagy, minden világít. Asztalon, azért minden. Belülről jön a fény mindenből. Igen, de mindenből jön a fény. Igen. Onnan tudod, hogy ez 4D-s állapot, hogy a falból, a padlóból, a mindenből jön a fény. Más és másféle, de jön belőle. Avatar film, bizony. Tanítják az embereket már erre, mert azért van erre, tapasztalatán persze a szkeptikusok erre rögtön ilyen habzószájjal kezdenek üvöltözni. Persze, na, mert fogalma nincs, hogy mi a fény, de nem az. Tudod, ismeretik ezt a izét, hogy láttál te már vízilovat? Én láttam, de az nem az volt. Szóval körülbelül ugyanilyen. Tehát fogalma nincs, hogy mi a fény, mi a téridő, de azt mondja, hogy a kisfaladő ügye, nem, az nem a... Hát mondom, hogy jó, akkor mondj egy jobbat. De nem mond, mert neki nulla ötlete van, érted? De az biztos, hogy az hülyeség. Mondom, nézzél már utána, gondolj már utána, nem, arra lusta. Hát soha életibe nem jutott erre, csak a anyázásban volt elfoglalva, hogy mindenkit lepróbál izélni. Ez is hülye, az is hülye, ez mint hülye, ez így él. Így él az életét. És az a nagy baj, hogy ez társadalmi méreteket kezd ölteni. Az nagyon nagy baj. Tehát ezért nem tudunk örülni. Hát ezért nincs örömöd. Érted? Mert majd annak fogok örülni, de hát rossz sebet fogsz. Mert majd annak fogok örülni, ha elviszel engem Hawaiiba. Jó, elviszem, hideg a víz, szar a kaja. És ezt fogja csinálni, komolyan? De magát viszi magával. Magát viszi magával mindenhová, és akármit csinálsz vele, egy üres fejű hülye, aki lehet, hogy nagyon szép karosszériában van, de hülye. Férfiben nőve is van ilyen. Aki egy üres fejű hülye. Nagyon jó, izompacsirta, ilyen kocka hasa van, de hülye. És beszélgetni nem lehet vele, mert miről? Hát olyan buta, mint a sár. Miről? Higgyétek el. És akkor tesszük, mit lehet el a jövőben? Tanulni. Ucsícia. Skazal tavaris Lenin. Da. Ez a pravda. Na. Hogy mit láttál a jövőben? Mit láttam a jövőben? Pusztulást. Mint a Nostradamus is. Tessék utána nézni. Tehát egy ilyen apokaliptikus. De egy hosszú agónia. Hosszú? Egy 15 év agónia áll előttünk. Azért mondtam, hogy készüljetek gyerek. De az tudatszinttől függ? Tehát lehet, hogy aki meg sem fogja. Nem olyan szar lesz. Ezerszer olyan szar, mint amit el tudsz képzelni. Csak azért mondom. Miből adódik össze? És itt maradj ember. És akkor ott leszel a A szeretetlenségről van szó, és a butaságról. Mind a kettőről. A
vallási butaság is benne van, tehát a vallási fanatizmus, aki a valláshoz semmi köze nincsen. Semmi, de semmi köze nincsen, hanem buta, és gyűlöl, és mindenkit megöl, és mindenkit mágiá kell állítani, vagy le kell fejezni, vagy ki kell nyírni, vagy... Szóval ilyen vallási, különböző módszerek, de a lényeg az, hogy ölni kell, és az Isten zsebébe akarja betuszkolni, hogy én nem, hát csúszott a golyó, be volt olajzva, amit mondtam. Hát én nem lőttem. Tudod? És amikor meghal, akkor ez nagyon érdekes. Mert akkor neki el kell számolni az életével. És akkor kezd hazudozni. Ott? Bizony. Hát megszokta. Igen, de ő megszokta, hogy hazudozik. Az ego is átmegy vele. Persze, és akkor elkezd hazudozni. Hát én nem azt csináltam, nem azt mondtam. És akkor így visszajátszak neki. És ott leesik neki? Nem. Próbál tovább hazudozni, mert ő ahhoz van hozzáegyződve. Az egész életét véghazudta. És akkor a vége tűrik egy darabig. Na jó, van elég belőle, sor vége. Bazi hosszú a sor, mert a hazudozókból igen sok, tudod? És akkor végállja a sort, na, akkor játsszuk le megint az életedet, mondd el, mit rontottál el, hogy fogod megjavítani, hát akkor gyerünk. Megint hazudozik, na, sor vége. És ezt addig csinálják vele, tudod, ameddig agyilag, mert át nem látja, hogy milyen barom. De közben iszonyú sok évezred is telik el. De tanítás folyik ott azért? Abszolút, persze, abszolút. A tanítás maga, amikor látod a világot. Tehát onnan látod, csak téged nem látnak. Igen. De te látod a világot, látod, hogy mit csinálnak, mint egy tévéműsor, csak ez térbeli, látod a világot, és van, amelyik lélek még rész is vesz benne, ilyen mozgató szellem, tudom én, aki megpróbál valami hülyeséget, tehát mitől kitolja a töltyfaszekrényt a sarokból. Ilyenek vannak? Abszolút vannak. Hát ezt a szkeptikusok megint csak nagyon leugatják, hogy ez csak képzelgés, meg fantáz. Hát ameddig nem vele történik. Amikor vele történik, akkor kezd a baj lenni. Na tartsunk egy kis szünetet, és akkor innen folytatjuk.